Akkor most érkezik a piros sarokba Matesz Viktória. Kaposvári Viktória, úgyhogy itt gondolom, hogy több szurkolója lesz, mint mondjuk a debreceni lányoknak. És akkor a kék sarokban hűl, aki emese Becsésről. Becsés pedig mindig nagy számú versenyző delegál az összes női versenyre. Tényleg erős női csapatnak. Illetve most már léptünk egyet súlycsoportba, és 57 kg-ba fognak versenyezni a lányok. Így van, hát junior 57 kg az már egy picit talán még látványosabb ütközés lesz, illetve itt is sokszor semmiség is láthattuk már. Úgyhogy egy izgalmas mérkőzésre számítunk. És akkor kezdődik az első menet. Itt is egyből egymásnak ugrottak a lányok. Igen, de itt azért már van egy pici átgondoltabb kezdés, ezért méregetik egymást egy picit. De pörkősen indul ezzel az amelyikvezési. Bár most az előbb is, és most is nagyon szépen talált piros sarokban Viki. Vikinek hallhatóan többen jöttek szurkolni. De azért Emese szurkoló is jelen vannak Becsésről. Igen, itt inkább Becsési csapat elég nagy, úgyhogy itt a csapattársak is be tudnak segíteni a szurkolásba. Az is elmondható, hogy a szurkolás az teljesen más a fiú meg a lány versenyeken. Fogjuk majd tapasztalni. Sokkal nagyobb lelkesedéssel szurkolnak egymásnak a lányok. Hát, hogy a legelén elhangzott a érzelem teli egy-egy meccs a végét követően. Hát kíváncsian várjuk, hogy mit fog hozni ez a mai napi döntő sorozat. Ismét nagyon szépet talált a piros. A Becsési lány is nagyon szépen állja a sarat. Eddig. Nem adta meg magát. Korai is, nem még így az első menetben, de azért most már tényleg egy 3-4 tiszta találat landolt a fejvédője meg az arcán, úgyhogy talán egy picit erősebbnek tűnik a piros sarok. De hát még van két menet, hogy megforduljon. Abszolút. A helyzet. Kíváncsian várjuk, de sokat fog szerintem, hogy ki fog hamarabb elkezdeni fáradni egy kicsit. Hát igen, ez attól is függ gyakran, hogy a találatok azért mentálisan is megtörhetik a versenyző, tehát igazából sokszor nem fizikailag fáradnak el, hiszen nagyon hosszú ideig készülnek, főleg egy nemzeti bajnokságra. Inkább arról van szó, hogy megtöri a lendületet és a motivációt egy-egy nagyobb találat, nem beszélve a számolásról, az teljesen vissza tudja vetni a versenyzőt. Bár itt amatőrökről a vívásban, főleg ebben a korcsoportban azért elég gyorsan, elég hamar számolnak a bírók, ami természetesen azt a cél szolgálja, hogy az egészséget megőrizzük a versenyzőknek.
amatőrben nincsen pontveszteség egy számolással, az mindössze egy néhány másodpercnyi idő arra, hogy pihenjen, ezt szedje magát a versenyző. Most a kék sarok nagyon szépet talált egyébként közben, úgy látom, hogy sikerült a megfelelő instrukciókat adni a szünetben egy kis instrukció, illetve egy kis pihenő, ülőpihenő jót tett a kék sarokban MS-ének, külaki MS-ének, a vecsés versenyzőjének. És most már kiegyenlítettnek tűnik a igen. Második menet. Ugye nagyon energikusan bújóznak a lányok. Most volt egy pici fogás, miért volt a bíró. Kiugrottak a versenyzőnek. A menet utolsó 10-15 másodpercet keményen megnyomta a piros sorokban Matesz Viktória. Szépen talált is testre. Szerintem ezt a menetet is vitte. Is vitte. Úgy tűnik, hogy a kék sarokban jó instrukciókat kapnak, csak nem feltétlenül tart ki a menet végéig az a lendület, amit itt az elején láttunk. Egy perc nem túl sok az instrukciókra. Igazából az első néhány percben nem is nagyon tud az edző mondani semmit addig, amíg a pulzusa nem normalizálódik a versenyzőnek. Én is érdemes nagyon a fogumink kívül mással foglalkozni, meg a víz levegő. A kék versenyző egy kicsit, mint hogyha fáradtabbnak tűnne, vagy a folyamatos védekezés az, ami kivett az erejéből. Persze. Mind fizikailag, mind ugye lelkileg. Hát nem véletlenül mondják, hogy minden fejben dől el, ez sokkal többet számít, hogy, hogy a menetet úgy fejezte be, hogy elég sokat kapott, elég sok találat érte, és ezt egy perce van, hogy regenerálódjon ebből. Itt tényleg nagyon fontos az edzőknek a munkája, hogy mit mondanak ebben az egy percben. A szövetség folyamatosan képzi az edzőket, és ebben majdnem mindig részt vesz sportpszichológus szakember is. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy pontosan hogyan kell instruálni ilyenkor a versenyzőket, mi az, amit érdemes mondani, mi az, amit nem. Itt most ismét Viki talált be. Hallható a külsős hangból, hogy a szurkolótáborok hang és felelősödött itt az utolsó menetre. Hát igen, mint most minden eldől, ha még eddig nem dőlt el. Ez is egy tiszta találat volt. Nem, ez sajnos egy tenyeres volt, nem is jó felületen ért célba, úgyhogy ez nem volt egy pontot érő találat, bár egyébként úgy szoktuk mondani, hogy attól még fájt. Pontosan ezért szól a bíró, mert természetesen az a találat is érezhető, amelyik nem szabályos ütőfelülettel érkezik. Bár pontot nem ér, de azért sérülést okozhat. Hát hamarosan megtudjuk, hogy milyen döntés született. Thank you.
kis mérkőzés volt. Ez is kiegyenlített, így sokkal izgalmasabbak azok már a döntő napi mérkőzések. A selejtezők első napokban előfordul azért, hogy nagyon nagy tudáskülönbség van két versenyzők között, az annyira azért nem mindig izgalmas. És akkor nézzük a pontokat. És a pontozóbírók mérlegelnek. Szerintem hamarosan megtudjuk. Egyhangú pontozással a bőrök. 57 dolgok a Junior Magyar Bajnok. Ah, mi a szarban? Hát a szikolja, pontosan elég a fizikai bőrök.